Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Kedves testvéreim, a mai szentmisét a Hozsanna énekeskönyv 86-os énekének első és második versszakával kezdjük. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim, reggeli szentmisén kezdetén. Köszöntöm a jelenlévő Gazdag Réti testvéreibet és az Apostol TV kedves nézőit. A mai szentmisénket elhunyt Ilona testvérünk lelki üdvért ajánljuk föl. Most vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, hallgass meg minket, akik fiat feltámadásának misztériumát ünnepeljük. Engedd, hogy amikor újra eljön, az összes szenttel együtt örvendhessünk. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Mivel Pál ellenfelei újra fellázították a népet, a testvérek kísérőket adtak Pál apostol mellé, akik egészen Aténig vezették őt. Amikor a kísérők visszafordultak Páltól, azt az utasítást vitték Szilás és Timóteus számára, hogy minél előbb menjenek utána Aténba. Amíg ott rájuk várakozott, egy alkalommal így beszélt az Areopáguszon, Atén főterén. Aténi férfiak, látom, hogy minden szempontból nagyon vallásosak vagytok. Amint ugyanis körbejárva megtekintettem szentélyeiteket, olyan oltárra akadtam, amelyen ez a felírás állott.
az ismeretlen Istennek. Azt hirdetem tehát nektek, akit ti ismeretlenül is tiszteltek. A világot és minden benne lévő dolgot teremtő Isten nem lakik kézzel épített templomokban, mivel ő a mennynek és a földnek ura. Semmiben sem szorul emberi kéz segítségére, hiszen ő ad mindenkinek életet, levegőt és mindent. Ő telepítette be az egyőstől származó emberiséggel az egész földet, és ő szabta meg itt lakásuk pontos idejét és határát. Azt akarta, hogy keressék az Istent, hogy rátaláljanak és elérjék, hiszen nincs messze egyikünktől sem. Benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy költőitek is mondják, az ő fiai vagyunk. Ha tehát az Isten fiai vagyunk, nem szabad azt gondolnunk, hogy az Isten emberi művészettel, emberi tervek szerint formált arany, ezüst vagy kőszoborhoz hasonlít. De elmúlt már az az idő, melyben az Isten elnézte a vele kapcsolatos tudatlanságotokat, mert az emberek tudomására hozta, hogy mindenhol mindenkinek meg kell térnie. Kiválasztott ugyanis egy napot, amelyen igazságos ítéletet tart majd az egész világ felett egy arra rendelt férfi által, akiről mindenki előtt tanúbizonyságot tett azzal, hogy feltámasztotta őt a halálból. A halottak feltámadásának hallatára némelyek gúnyolódni kezdtek, mások meg azt mondták, erről majd még máskor is meghallgatunk téged. Pál erre eltávozott közülük. Néhányan mégis csatlakoztak hozzá, és hívők lettek. Köztük Areopagita Dénes, egy Damaris nevű asszony, és még mások is. Ezek után Pál Athénből Korintusba távozott. Ez az Isten igéje. Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Evangélium Szent János könyvéből. Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Még sok mondani valom volna nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az igazság lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Minden, ami atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged. Kedves testvéreim, itt Gazdagréten és otthonaitokban, az Úr Jézus ígérete szerint a Szentlélek megvilágosító erejével gondolkodhatunk az ő üzenetéről, a kinyilatkoztatott bátorító igazságról,
mert minket is megvilágosít a Szentlélek, és megnyitja a belső hallásunkat, hogy befogadhassuk a tanítást, amivel megszólít bennünket. Ez a belső fül, annak megnyílása elengedhetetlenül fontos. És így hallgattuk ma is az örömhír terjedésének történetét az apostolok cselekedetéből, és megfontolásra kaptuk Szent Pál apostol beszédét, igehirdetését az aténiaknak az Areopaguson, amikor a megváltó Istenről szól hozzájuk. Nagyon nagy bölcsességgel és igehirdetői nevelő készséggel szólítja meg őket az apostol, az aténiakat. És mint egy jó akarat megnyerésével az irodalmi fogások között tanultuk annak idején a captatio benevolentiae, a jó indulat, jó akaratnak a megnyerése. Evel kezdi a beszédét az apostol, amikor az ismeretlen Istenről szól hozzájuk. Először is megdicséri az ottani hallgatóságot, mert nagyon vallásosnak tartja őket, hiszen ha a pogány hitük szerint is, de tisztelik az isteneiket, különböző oltárokat emelnek. És van ott egy olyan oltár és egy olyan felirat, amit az ismeretlen Istennek szentelnek. És már is itt van az alkalom arra, hogy az apostol megszólítsa őket, és a témát egy irányba terelje. Most arról az Istenről szeretnék nektek szólni, akit ti ismeretlenül is tiszteltek. És az egyik az Istennek a hirdetése, és az Istentől küldött megváltó hirdetése így indulhatott el. Nagyon sok fontos figyelmeztetés és megfontolni való van ebben a beszédben. Éppen a napokban foglalkoztam az Új Apostol magazin üzenetének szövegével és annak tartalmával, mely a pünkösdre készülve a leheletről szól. És itt is említi az apostol ebben a beszédében, hogy ez az ismeretlen Isten, ő az egész világ alkotója, az ég és föld teremtője. És őtőle függ minden, és ő ad meg mindent, és többek között a felsorolásban ott szerepel, hogy ő adja az életet, a levegőt és minden mást, amitől létezünk. Van olyan fordítás a Szentírás fordítások között, ahol azt mondja az apostol, hogy ő adja az életet, ő adja a leheletet. És én belekapaszkodom ebbe a kifejezésbe, hiszen az Úristen szellemi és halhatatlan lelket lehelt az emberbe a teremtéskor, és ő az, aki fenntartja az életünket isteni leheletével, és sajátos módon ezt a leheletet már a Szentlélekre vonatkoztatjuk, hiszen a Spiritus, a Szentlélek elnevezése, annak a héber szónak a megfelelője, ami levegőt és leheletet jelent. És tudjuk jól, hogy az Úr Jézus feltámadása napján rá lehel az apostolokra, és úgy adja át a Szent Lelket. Tehát az életadó Isten beleheli a világot, és erről az Istenről beszél az apostol, aki fenntartja, létben tartja ezt a teremtett világot, és azt is mondja
benne élünk, mozgunk és vagyunk. Nem szabad egy korabeli, sőt, hát még korábbi bölcseleti értelmezéssel felcserélni ezt a mondatot. Ez nem azt jelenti, amit úgynevezett panteizmusnak szoktak mondani, hogy minden Isten, hogy mi is csak egy részecskéi van, volnánk egy ilyen mindent betöltő istenségnek, az ő darabkái lennénk, mert ezt jelenti egyébként ez a minden Isten bölcseleti elképzelés. Az, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk, az az előbbi gondolatsorból következik, hogy tőle kapjuk az élet leheletét most is. Itt a Földön is addig élünk, amíg ezt a leheletet megtartja bennünk az Úr, majd ezt követően kiköltözik a halhatatlan és szellemi lelkünk belőlünk, de majd újra visszatér a Szentlélek erejéből, ahogyan Krisztus testét is a Szentlélek támasztja föl és támasztotta föl. Az is nagyon fontos üzenet, hogy ezt az Istent, aki létben tart bennünket, a szívünk mélyéből fakadó hittel tudjuk megközelíteni, és nem a bálványokkal, ahogyan tették ezt annak idején a különböző pogány vallások és kultuszok. Az apostol erre is felhívja a figyelmet. Ugyanakkor emberi életünk dolgaiban fel kell fedeznünk a bennünket létben tartó Istent. És ezt ígéri meg az Úr Jézus, hogy ennek tudatosságát mindvégig fenntartja számunkra a Szentlélek, akinek eljövetelét megígéri a tanítványoknak, és be is teljesíti, mind pünköstkor, mind az ő ige hirdetésük nyomán, mint ahogy Péter Kornélius házában is a Szentlélek működésével fogadja be a pogányokat Krisztus közösségébe, és az idők végéig mi magunk is személyesen megkaphatjuk, megkaptuk a bérmálásban is a Szentlélek ajándékait. Ezekkel a gondolatokkal készüljünk a közelgő egyrészt mennybe menetel ünnepére, másrészt a pünkösdre. Higgyünk Jézus ajándékában, akit elküldött nekünk, aki működik bennünk, aki Isten leheletét belénk oltja, hogy földi életünk minden megnyilatkozásában meg tudjuk vallani a bennünket létben tartó Istent. Amen. Imádkozzunk testvéreim, hogy a Szentlélek világosítsa meg értelmünket, és tanítson meg bennünket is a teljes igazságra. Add, Urunk, hogy földi életünket végső célunkra rendelten éljük. Add, hogy mindig készséges, hívő lélekkel fogadjuk a kinyilatkoztatott igazságokat. Ne engedd elfelednünk, hogy benned élünk, mozgunk és vagyunk, nem vagy távol egyikünktől sem. Tégy méltóvá bennünket az Isten fiúság ajándékára. Add, hogy fedhetetlen tisztaságban érjük meg az ítélet napját. Mindenható örök Isten, mennyei atyánk, te kiválasztottad fiadat, hogy általa ítéletet tarts az egész világ fölött, és erről a rendelésedről tanúbizonyságot tettél az ő föltámadása által. Kérünk, add kegyelmedet, hogy földi életünk a feltámadás hitéről szóló tanúbizonyság lehessen,
Krisztus, a mi Urunk által. Amen. A 86-os ének 3. és 4. versszakát énekeljük. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Istenünk, Te a csodálatos csere által, amely ebben az áldozatban megvalósul, Isteni életed részeseivé tettél minket. Hadd kérünk, hogy az így megismert igazságot méltó élettel meg is valósítsuk. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert megsemmisült a múlt, az elesett világ újra éled, és életünk teljes épségét visszanyerjük Krisztus által. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre. A nagyvilág örvendezve ujjong, a mennyei erők és az angyali hatalmak, a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség ura Istenem, dicsőséged beteki a mennyek és a Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árasz le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Ilona szolgálódról, akit magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt többi testvérünkről, a templomunkban nyugvó hívekről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, szent angyalaiddal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hagyj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség. Thank you.
Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és megőrül az én lelkem. Kedves testvéreim, a szent áldozás közben a 152-es éneket énekeljük. Kedves testvéreim, most gondoljunk az otthonaikban velünk imádkozó testvéreinkre a lelki áldozás imájával. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned,
imádlak téged és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költöz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben, neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, vezess át a régiből az új életbe, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, ezen a héten zajlanak az érettségi vizsgák. Érintettek is vagyunk minisztránsaink és híveink dolgában is e tekintetben. Most kérjük a Szentlélek kiáradását elsősorban keresztény életünkre, ahogyan elgondolkodtunk az Úr leheletéről, aki fönntartja földi létünket, szent lelkével a hitünket és az örökké valóságunkat megadja, és majd egykor a test szerinti feltámadást. Evel a hittel hívjuk a szent lelket, és kérjük a mai érettségizőkre is, a történelem érettségén a szent lélek vezetését számadásukhoz és a további feladataikhoz. A 259-es éneket énekeljük majd, annak első két versszakát. Most pedig jelenlévő testvéreimre, az Apostol TV és a Hegyvidék TV nézőire egyaránt kérem a Jóisten áldását. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérj, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei sereget vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, remélek és bízom benne. Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörögj érettünk. Magyarok szent őrangyala, könyörögj érettünk. Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörögj érettünk. Mindjárt szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörögj érettünk.